Sziasztok! Nagyon jó lenne vlogmaszt készíteni nektek, de mivel a technikai felszereltségem annyira nem alkalmas arra, hogy minden nap vlogokat készítsek, meg azt hiszem én sem lennék annyira ügyes hozzá, így erről lemondtam, viszont szeretnék valamennyi betekintést nyújtani nektek a karácsonyi készületekbe. És most pár napig szerintem vlogolni fogok, mert az első, amit meg szeretnék csinálni, az a lakásnak a kidekorálása. És ma vasárnap, december 2-a van, és azért most kezdem el, mert ugye ma van advent első vasárnapja, és felhoztam ide Pestre a 2 éve készített koszorúmat, és azt egy kicsit felfrissítem, kicserélem rajta a gyertyákat, stb. Úgyhogy ezt majd fogjátok látni. Meg anya fent van Pestem, és ma fogja először látni a lakást, és szeretném egy kicsit elkezdeni a karácsonyi dekorációt. Nem hiszem, hogy mindenre lesz időm, úgyhogy csak pár dolgot fogok csinálni ma, mert lassan itt vannak, és sötétedik is, és annyira nem szeretnék ma már videózni, de arra gondoltam, hogy ezért a kezdeteknél már legyetek itt velünk. Ez a hálószobánk, és itt nem tervezek nagyon nagy díszítgetést, még lehet, hogy ide fogok feltenni az ablakra fényfűzért valamelyikre, meg hát ennyi kis dísz van, ez a fénysor, gyertyák, meg fenyőtobozok a polcon, és én mást így nem találtam még egyelőre ki, de aztán még ez lehet, hogy változik, meg egy ilyen az egyik polcon. Ezt anyukámnak az egyik volt munkatársa készítette, és szerintem gyönyörű szép, hogy ez is a polcon van. És arra gondoltam, hogy erre pedig átírhatnánk a feliratot, hogy ne az legyen már, hogy winter is coming, mert hogy az már ugye megjött, hanem holidays are coming, mint a Coca-Cola reklámból. Úgyhogy ezt most át fogom írni. Amit, hogy átrakom a betűket, én nem tudom átírni. A nappaliban már azért valamennyire hangolódunk a karácsonyra. Itt vannak a manók, amiket tavaly készítettem. Egyelőre itt vannak, de majd lehet, hogy helyet fognak változtatni. És vettünk a H&M-ből 2 párhuzatot, és picit éles karácsonyi hangulatú, és nekünk nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ők itt kaptak helyet. És még van egy párna, amit most vettünk a Jusz-ből. Ez az. Ez is nagyon télies szerintem. Tök jó hangulata van. És van már itt terítő kirakva, gyertyák, meg ilyen vendégváró, de az most nem ide tartozik. Az a terítő az Csabi anyukájától van, ez a terítő pedig itt volt az albérletben. És nagyon megtetszett nekem, teljesen ilyen karácsonyi hangulatú, vagy a hangulatot hozza a színeivel, piros-zöld, és van egy nagyon pici sötétkék is benne, és abból, amit Csabinek az anyukájától kaptunk, van egy kisebb verzió, azt pedig erre tettem rá. Mivel a nappaliban lesz az adventi koszorú, most ezt fogom megcsinálni, egy kicsit feljavítom, új gyertyákat teszek rá, meg még ragasztok rá egy-két termést, és ez kész is lesz. Elegáns! Jaj, de szép, nincs itt annyira meleg, szűrj a gyönyörűsnek a anyának, bőcsi. Na, jobban vagy, Kati? Tegnap már a
az adventi koszor után nem csináltam semmi mást a díszítéssel, mert miközben csináltam az adventi koszorút, akkor jöttek meg anyáik, és egész sokáig voltak. Jó volt, mert így igazán érzem, hogy közeledik a karácsony, hogy ugye a takarítással, a díszekkel is készülődök. Főztem teát, meg tényleg ilyen nagyon hangulatos volt, meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, úgyhogy azt hiszem tényleg nagyon karácsonyi lesz majd a lakás, hogyha mindennel készen vagyok. És nemrég érkeztem haza, mert délelőtt elmentem anyunak a barátnőjékhez, mert anyuma ment haza, és náluk ebédeltem, meg utána pedig kikísértem anyát a vonathoz. És ahhoz képest, hogy amilyen szomorú lettem attól, hogy anya elment, felszívtam magam, és ahhoz képest, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, hazamegyek, és akkor majd csinálok valamit, meg ez, meg az, ahhoz képest felszívtam magam, és elindultam a városba, még nézelődtem egy kicsit, és milyen jót tett. Tehát Budapestben egyébként ezt szeretem. Néha nagyon sok a nyüzsgése, és fel tud idegesíteni, és zavar, és pont, hogy az ellenkezőjét éri el velem a város, de néha meg nagyon-nagyon fel tud dobni az, hogy pont ennyire nyüzsi, hogy annyiféle bolt van, mindent meg lehet találni, nagy a választék, nem tudom, vagy pont nem, mert mindig elkapkodják, mert sokan vannak, de egyszerűen feldob a városnak a sok színűsége. És képzeljétek el, bementem a Tigerbe, ami nincsen Debrecenben, szóval ez nekem ilyen nagyon nagy dolog, és vettem vászonokat. Van egy olyan hagyományunk Csabival, hogy minden karácsonykor, ez lesz a harmadik karácsony, hogy már csinálunk egyébként, ez már összesen a harmadik karácsonyunk, vagy eddig minden karácsonykor ezek szerint, nagymamámnak és az ő nagymamájának festettünk egy képet. Ez volt mindig a karácsonyi ajándékunk, és ez már ilyen karácsonyi hagyomány nálunk, hogy pár nappal karácsony előtt festünk az ő nagymamájának és az én nagymamámnak egy képet. Bobrosznak a videói alapján szoktunk festeni, úgy elég relatíve könnyű követni az ő videóit, és eddig mindig jól sikerült, mindig kiválasztunk egy adott tájképet, és azt megfestjük. Most találtam ma a Tigerbe vászonokat, úgyhogy úgy gondoltam megveszem, mert a Lidlbe szokott még lenni, de mostanában nem láttam kirakva, meg az újságban se láttam, úgyhogy nem akartam annyira elhalasztani, úgyhogy inkább most, hogy láttam, megvettem. És így legalább biztosra lesz. Szóval most idén megbeszéltük, hogy nem papírra festjük, meg nem kartonra, hanem komolyabbra vesszük a dolgot, és veszünk vászont, veszünk többféle akrilfestéket, és még ecsetet is veszünk. De nyilván nem fogjuk megvenni a bobroszféle ecsetkészletet. Nagyon-nagyon várom, és én ezt nagyon szeretem, amikor mi ketten festünk. A díszítést pedig fogom folytatni, csak nem ma szerintem, mert annyira jó kedvem lett így most, hogy a városban még járkáltam, hogy kitaláltam, hogy fogok készíteni egy olyan videót, amiben last minute DIY karácsonyi ötletes, vagy ötleteket hozok nektek ebből a vászomból. Inspirálódtam igazából, úgyhogy eszembe is jutott még néhány DIY ötlet, amit szívesen levideóznék nektek. És hát keresnék majd egy hobbi boltot, plusz egy túrós turit keresnék itt a környéken, mert van itt egy, ezt tegnap már nem mutattam, itt egy elég kis csúnya párna a kanapén, amit nem szeretnék így félre rakni, hanem őt is szeretném kihasználni, és szeretnék venni rá egy valamilyen jó kis karácsonyi anyagot, de túrós túriban, ami körülbelül 100 forintért lehet venni egy pulcsit, vagy bármit, amiből tudnék rá varni. Igen, de nem tudom, hogy hol van a környéken
Turi, és ő is ki lenne szegénykém használva, mert kidobni nem szeretném, de az anyaga meg nem túlságosan tetszik, elég kis csúnya. A másik meg, hogy amúgy is karácsonyi is a karácsonyi, de tanni kell, nem tudtam kimondani. Azt nem is mondtam, hogy virágboltba is akarok menni. Amit még elfelejtettem mondani, hogy elnézést a fényeket, tegnap is már, mikor a koszorút csináltam, már le kellett, vagy mi fel kellett kapcsolnunk a villanyokat, meg ennél a videónál is már villanyokat kapcsoltam, és még nincs itt a softboxom, úgyhogy lehet, hogy picit más a fényviszony, más a videó színe, ezért elnézést kérek, de remélem annyira nem viszi el a minőségét. Szóval felírom, hogy miket kell majd vennem, és felírom azt, hogy hol van a közelben. Most értem haza. Egy óra körül van. És hát én 11:30 körül indultam. Tehát rohadt sokat kellett várnom buszra, és majdnem dél lett belőle, hogy innen a közeli busz megállóból elindultam. Hát bolyongtam itt a környéken valamennyire, mármint ami így a környéknek számít, és fátyolvirágot találtam, karácsonyi virágokat, a magyalt meg a fagyöngyöt kerestem. Az egyik helyen nem volt, és azt mondta, hogy nem is valószínű, hogy már lesz. A másik helyen azt mondták, hogy holnap jön, vagy fog érkezni. Úgyhogy lehet, hogy oda bemegyek még holnap. Voltam hobbiboltban, amit kinéztem, az meglett. Az egyik az egyáltalán nem találtam meg, aztán próbáltam megkeresni egy másik hobbiboltot, az szintén nem lett meg. A lényeg, hogy nem mindent találtam abban a hobbiboltban, ahol voltam, úgyhogy azon kívül meg nem találtam másik hobbiboltot itt a környéken egyelőre. De lehet, hogy jobban járok, hogyha eleve fent a városban kutakodok, mert ebben a hobbiboltban, amiben voltam, nem minden volt, ami nekem kellett volna. Tegnap nem díszítettük fel este a karácsonyfát, mert hát nem tudom, mi vagyunk a halogatás nagymesterei, de a héten valamikor lehet, hogy akár ma, de nem tudom, valamikor feldíszítjük a fát, mert azért ez sokat dobna, meg tényleg úgy megadná a hangulatot, meg úgyis körülbelül csak egy hónapig lesz fent, meg nem leszünk itthon, mert 20-a körül már megyünk haza, úgyhogy tényleg fel kellene állítani azt a karácsonyfát, és nagyon-nagyon-nagyon elfáradtam, mert azért sem akartam a városban keresgélni ilyen dolgokat, mert nem mintha azt jobban is nem enném, így a belvárosi részt, de szeretném így ezt a részt is felfedezni. Nehézkesen ment, mert néha azért még úgy meg kellett néznem, hogy hogy van legközelebb, mennyi villamos megállót menjek még, meg mit tudom én, minden egyes dolgot még külön megnéztem, és nagyon-nagyon elfáradtam. Amúgy nagyjából mindent megtaláltam, de ugye megmutatom, hogy miket vettem. Jój! Vettem úgy a fátyolvirágot. Ez nagyon szép szerintem. Szeretem felhasználni fotókhoz, úgyhogy azért akartam így itt ebben a lakásban is. Vettem a Turiba egy párnát, ezt mindenképp ki fogom mosni. Milyen nagyobb alakú, ezt igazából díszpárnának szánom. Hát remélem jó lesz a méret, mert az IKEA-ban vannak ilyen díszpárnahúzatok, abból a csomó minden tetszik, és az egy nagyobb méret szokott lenni, nem tudom, hogy ez a párna jó-e bele. Vettem a Turiban, tudjátok, említettem arra a csúnya párnára akartam, vagy akarok valami kis húzatot csinálni, főleg ami úgy karácsonyi is, és vettem egy anyagot a Turiban, egy ilyen bársonyanyag. Ez szerintem valami kisgyereknek a nem tudom milyen jelmezéhez tartozó köpeny lehet, fogalmam nincs, de egészen szép anyag, és azért a színével karácsonyi is, meg ünnepélyes is, hogy ilyen bársony, szerintem szépen mutat.
És még, amit vettem, megtaláltam is, az ilyen kulcstartók. Az, arra is majd szükségem lesz, és még pár dologra szükségem lenne. Úgyhogy valamilyen hobbiboltot még találnom kell, meg ugye még mindig kell virágbolt is. Úgyhogy annyira nem volt sikeres ez az út. Úgyhogy már próbálok most egy kicsit pihenni, eszek, mert ennél sem nagyon ettem még ma. Úgyhogy meghaladok, még szerkesztenem kell egy csomó mindent. Megmutassam, hogy mit teszem? Már most mondjuk már mindegy, mert megmutattam. Elég csúnya, amit eszek. Ez bulgur, párolt zöldség, zöldségkeverék, a Lidlbe vettük. Ez pedig rántott hagymakarika, nagyon csúnya és szétesett, meg egy kis light majonéz. Sziasztok! A mai videóban három vegán ehető ajándékötletet mutatok nektek, és az első a Na hát ugye, tegnap már nem díszítettem, mert nagyon-nagyon-nagyon fáradt voltam. És semmi kapacitásom nem lett volna, hogy még nekiálljak a díszeknek. De pont ezért van nagyon sok feladatom lesz, amit meg kellene csinálnom, és nagyon jó lenne, ha tudnám teljesíteni. Ugye most már tényleg nekiállok a díszítésnek, és olyan dél körülre tervezem. Addig pedig szerkeztek, mert van pár tavalyi felvételem, ilyen karácsonyi, azt meg kell csinálnom. Felvettem egy őszi kedvences videót, azt is meg kellene szerkesztenem, és még az Etsy-re van egy újabb bakancslistám, egy téli verzió. Előre is elnézést a háttérért, ez az a szoba, amit nem nagyon használunk. Ezt szeretném kialakítani valami dolgozó szoba szerűségnek, mert van itt egy bazi nagy íróasztal, és hát ez egyelőre még ilyen raktárhelyiség is. Itt szoktuk szállítani a ruhákat, itt van most felállítva a szállító, mert még ma mosnom is kell, meg a dobozokat, a költözésről hagyott dobozokat ide raktuk be, de lehet, hogy annak valami helyet kellene keríteni, mert ugye jövő héten jön majd barátnőm is valamikor, és nem tudom, hogy hova, hát itt tudnának majd aludni, de azért nem akarom, hogy ilyen büdös dobozokkal aludjanak már szegények, hogy valahova azt majd átteszem. Na éppen most ebédeltem meg, semmi érdekes, ugyanazt tettem, mint tegnap, vagyis annak a maradékát, úgyhogy ma este majd főzünk. Nekiállok most a díszítésnek. A vásárlással kapcsolatban meg arra jutottam, hogy találtam egy tök jó weboldalt, egy webshopot, méghozzá Hey Julie-nak a mostani karácsonyi DIY-os videója alatt, ahol nagyon sok mindent lehet találni, és több üzlete is van itt Pesten. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mivel ingyenes a szállítás úgy, hogyha személyesen veszed át a termékeket, ott a webshopban összeszedtem, amire nekem van szükségem, és majd értem megyek. Így nekem az is sokkal egyszerűbb. Van, amit így is elfelejtettem megvenni, meg van egy, amit nem találtam meg ott a webshopban, de elméletileg az üzletben kell lennie, így majd akkor személyesen megveszem, ami még hiányzik. Virágboltba meg lehet, hogy ma elnézek, de az is lehet, hogy ez is majd holnapra marad. Nem tudom, még ezt meglátom. Ezt hétfőn vettem, ezt a forralt bor illatú illatosítót, mert nekünk van egy ilyenünk. Csak ez nem ugyanaz a két márka, mert ugye ez az Airwick, ez meg a Glade, azt hiszem. És hát remélem jó bele, mert akkor ezt kicserélem, és karácsony illat lesz itthon. Jó, csak szembe fröcsköltem magam. És nagyon jó illata van egyébként. Van itt egy ilyenünk,
egy asztalidísz, ezt ide erre az asztalra gondoltam, és ezen egy barna gyertya van, amihez nem tudom, hogy mit szólok. Nem olyan rossz végül is, de van másik gyertyánk fehér, és lehet, hogy megpróbálom leszedni, és akkor fehéret rátenni. Amiket mindenképp ki szeretnék rajta cserélni, az ezek a díszek. Ilyen rézes színe van, és ez nem annyira tetszik, ez a szín. Leszedtem mindent erről a gyertyatartóról, és mivel annyira nem tetszik ez a szín sem, ami ilyen ez a kis tartó, ez azt szerintem lefestem aranyra. Felteszem ide a konyhába a díszeket is. Arra az asztalra vettem egy viaszos terítőt, úgyhogy azt fogom kicserélni erre. Ilyen csillagos és hát ilyen nem is tudom milyen minta ez. Ez a Lidl-ban van, és ilyen szürkés alapú, nekem nagyon tetszik. És még van egy konyharuha, amit anyától kaptam, ez a V volt, és picit engem karácsonyira emlékeztet, emiatt a magyar minta miatt, és ezt fogom ide a sütőre tenni. Van egy ilyen zoknink is, vagy ilyen kis cipő, ilyen Mikulás, nem tudom mi, nagy csizma, szerűség, valami. Azt pedig így ide akasztottam. És ami még nem hiányozhat, az a fonspray által készített kis karácsonyi formák. Jingle bells are meant to sway time. Finom illatú, ja, amit vettem. Fannival beszélhetem. De nagyjából meg vagyok a főzéssel. Csináltam gombafasírtot, sajtos gombafasírtot. Ez itt még készül, még összefor. Ez francia hagymaleves. Ez pedig, ami még itt rotyog, de már valamennyire megvan. Ez ilyen pikáns répa főzelék, most váltam a neten a receptet, úgyhogy tiszta ilyen zöldséges kaját csináltam. De hát néha ilyen is kell, sőt, nem is néha. Én ezeket szeretem a legjobban, és remélem Csabinak is ízleni fog. Na, nemrég értem haza az állásinterjúról. Tegnap, miután megcsináltam a párnahúzatot, már nem beszéltem a kamerának, mert Csabi elaludt, de kész lett a párnahúzat, nem lett tökéletes, mutattam nektek, ilyen lett, de szerintem ide teljesen jó, kicsit ilyen ünnepi hangulat van így a párnának, és elég későn értem haza. Egyre kellett mennem, és ilyenkor én a délelőttöket nagyon el tudom. Hát hogy mondjam, tehát nem is feltétlenül készülődésed, valahogy úgy nagyon gyorsan elmegy a délelőtt, úgyhogy nem sok mindent csináltam. Ahogy végeztem az interjúval, bementem a Duna Plázába, mert ott a környékén voltam interjún, és bementem a Pepco-ba, és vettem egy papucsot, amit már régen kinéztem magamnak, és ott a papucsoknál nem is láttam, és már kezdtem elszomorodni, hogy már nem tudom megvenni, de a pénztárnál még ez az egy darab volt, ez a fehér, egyébként szürke is volt, azt hiszem belőle, eredetileg azt akartam,
mert ugye ez könnyebben koszolódik, mert ez ilyen fehéres krémszínű, de nagyon örültem, hogy megtaláltam egyáltalán, úgyhogy meg is vettem. Nagyon kényelmes, puha, meleg, nagyon-nagyon-nagyon aranyos kis papucs. És azért is akartam papucsot, mert jövő héten jön fel tesóm, meg anya egyszerre. Anya újra jön, mert tesóm kiküzdötte, hogy nem tudom, együtt jöjjenek fel, és nincs elég papucsunk. Úgyhogy ez lesz az enyém, vagy lehet, hogy ezt odaadom addig tesómnak, nem tudom. Meg hát még anyának is lehet kellene papucs, nem tudom, vagy lehet, hogy megkérem, hogy hozzon magával. Mert nincs elég papucs, és hát azért csak kell valami, vagy egy nagyon vastag zokni, nem tudom, valamelyik a kettő közül kell azért így a lakásban. Igen. Csabinak vettem egy Mikulás napi ajándékot. Ez egy ilyen viszkis italtartó, vagy fogalmam nincs ennek mi a neve magyarul. Amit mondott, hogy ő szeretne egy olyan sarkot, ahol van ilyen viszkis italtartó, ilyen kristályszerű italtartó, plusz pár viszkis pohár egy tálcán, és ő vesz majd egy drágább viszkit, és akkor, ha nem tudom, milyen valami ismerés, akkor azzal meg tudja kínálni. Úgyhogy ezért vettem meg ezt. És szerintem nagyon fog neki örülni, mert már ezt nézegette, és ez egy jó kis ajándék lesz most. Vettem egy ilyen a tájnyerbe, újra voltam ott, nagyon megtetszett az a bolt. Egy ilyen karácsonyi aj rávszerűséget. Majd ez jó lesz valamelyik karácsonyi témájú videómnál. Még rajta van a címke, hogy biztos elég vicces lehet. Csomagoláshoz vettem. Ajándékkísérő van hozzá, meg szalag, vagy ilyen fonal. Hát a ajándékcsomagoláshoz ez jól fog jönni. Aztán... A kedvences videómban, ami még nincs fent, meg még meg sincs teljesen vágva, beszélek erről, a teatojásról, amiben ugye be lehet tenni a teafüvet, mivel nem iszunk túl sok teát egyszerre, hát de van egy-egy bögrével szoktunk meginni. Így egyszerűbb volt, hogy veszek egy ilyet, mint hogy mindig a French Press-be készítjük el. És találtam egy ilyet, és akkor egyből bedobtam a kosárba, és megvettem. És szerintem nagyon ki fogjuk ezt használni. És még vettem egy betűnyomdát, ezt meg már régóta nézegettem, hogy ez egy tök jó dolog, mert a bullet journalbe nagyon jól néz ki, különlegessé teszi, hogy ilyen nyomdával van írva, sőt, arra gondoltam, hogy az ajándékokat is úgy kellene megcsinálni, hogy ugye ezekre az ajándékkísérőkre rá nyomdázni, hogy anya, apa, és szerintem ez egy nagyon hangulatos dolog, ilyen talpas betűk vannak ugye rajta, úgyhogy nagyon stílusos, nekem az ilyen betűtípus nagyon tetszik, úgyhogy tök jó lesz. Végül nem mentem el abba a virágosba, ahol mondta a boltos, vagy ahol mondták, hogy lesz magyar, meg fagyöngy, hanem bementem egy másik virágos boltba, és vettem egy ilyen karácsonyi növényt. Ez is ilyen hasonló pirosbogyós, és tett hozzá nekem a hölgy ilyen sejemfenyőt. Ez még hangulatosabbá teszi, és ezt szerintem belerakom most vázába, vagy kis vízzel, de azért akartam valami kis növényt, főleg, hogy egy legyen dísznek így itthon, kettő meg a bullet journal videót majd most, hogy a decemberit fel fogom venni, végre, lesz decemberi bullet journal, ha minden jól megy. Tehát már csúszni fogok, mert már lassan egy hét eltelik. És először magyart akartam, de mondom,
feladom, mert nem nagyon van, én úgy veszem észre. És ma már mindenképp szeretnénk felészíteni a fát, mert hát vasárnap óta halaszgatjuk, és hihetetlen, de most már szerintem tényleg fel fogjuk díszíteni, már ki is készítettem a díszeket, meg szerintem a fát is ki fogom ide rakni, hogy még véletlenül se tudjuk azt mondani, hogy majd. Nem, most már muszáj. Hogyha a Csabi hazajött, akkor azt még megcsináljuk. Addig pedig vágom a videót, az őszi kedvenceset, és azt nagyon remélem, hogy minél hamarabb fel tudom tenni nektek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a videóban. Még egyszer körbevezetlek titeket a feldíszített lakásban, és ezen el is köszönnék tőletek. Szeretnék még karácsonyra készülődős vlog videókat is. Lehet, hogy nem lesz ennyire hosszú, vagy hogy is mondjam, most elég sok napot felvettem, ezt még majd meglátom. Azt tudom, hogy minden nap nem fogok videózni, mert az sok lenne, meg szerintem tudja, hogy nem tudom kivitelezni. De lehet, hogy mondjuk egy-két dolgot felveszek az adott napból, nem tudom, majd ezt valahogy kitalálom, de nem hívnám vlogmasznak. Minden esetre a karácsonyra készülődésből a dekoráció része szerintem kimaxoltam, és azt így kipipálhatom teljesen, meg ugye a videókra való készülés is elkezdődött. Tartsatok velem karácsonyig, meg azután is. Sziasztok!